Köszöntöm a nézőket, mai nőnapi blokkunkban a férfiaknak igyekszünk egy segítséget nyújtani, hogy mivel lepjék meg szeretteiket március 8-án. A megszokott virágcsokoládé Karibikút 3-ból most az elsőhöz kapcsolódóan alkotunk majd valamit Veronikával. Sok mindent látok itt az asztalon, de mondjuk induljunk ki innen. Ő jó utat ér egy férfi, és úgy dönt, hogy a kedvenc viszkis pohárára nincs szükség, mit alkothat belőle? Hát ez a viszkis pohár, ez teljesen jó hasonlat, mert hasonlót fogunk, és a férfias dolgot fogunk készíteni. Olyat hoztam most neked, Vivi mondta, hogy a következő partnerem a kreatív műhelyben te leszel, vakolni fogunk, mit szólsz hozzá? Vakolás már láttam, sőt, még gyerekként próbálkoztam is vakolás, de a házfala volt, amit vakoltunk, nem pedig egy pohárdát, megnézzük, hogy akkor... Jó, ebből a... üveg, mécses tartó vagy pohárból kőhatású külső réteget fogunk készíteni, és ebben lehet akkor a virágot majd átadni. Jó? Ezt hadd kérdezem már közben, hogy erre sima felületre, hogy ragad rá a vakolat? Ez egy speciális vakolat lesz, amire el fog ragadni. Elmondom, hogy mi kell hozzá. 3D por. Ez egy, nem lép reakcióba, senkivel is a levegőre sem. Ez pedig egy egyszerű akril festék, amit már Vivivel többször használtunk, és ezt a kettőt fogjuk összekeverni. A festéknek érzed az illetet, igen. Össze fogjuk a kettőt keverni, és ezt fogjuk rákenni. Aztán, hogy még egy picit szebb legyen, nyomdázni fogunk bele különböző mintát, és azt fogjuk megfesteni. Úgyhogy itt előkészítettem, ez nem spatni, hanem spatula. Vagy festőkésnek is szokták titulálni. És még itt a bekevert, tehát akkor gyakorlatilag a festékés... Meg is mutatom neked, keverek még bele egy picit. Jó. Tehát öntünk a festékből, ebből a fehér... Próbálom úgy mutatni, tehát ebből a fehér akril festékből, vízbázisú akril festékből közel, igen, ragyogóan felvetted a diszkot, most kevered, össze mennyi kell keverni. Mennyi meg egyébként, mert mondjuk a gipszel, aki dolgozik, azt tudom, hogy azzal gyorsan kell dolgozni. Ez nem köt olyan gyorsan, tehát majd szárítanunk kell, vagy szárítani kell, amikor felkentük. És gyakorlatilag addig kell elkeverni, míg nem látszik benne a külön-külön az alkot, hanem egy egységes massza. Hogyha megmutatod, akkor egy ilyen sűrű massza-szerűséget kell kikevernünk. A joghurttól egy kicsit sűrűbb ez a massza, de a vajkrémtől pedig lágyabb. Tehát ezt a hasonlatot tudom mondani neked. Tehát, ilyen, tehát a joghurttól sűrűbb áll a gurakák. Tehát egy olyan valami, hogy így látszik, hogy igen, azért nem folyjon le. Igen, nem esik le. Még egy picit rakok bele. Legyen egy kicsit masszívabb. És akkor ezt fogjuk felkenni erre az üveg pohára, viszkis pohára, mint ahogy mondtam. Now when I was a little boy, I'm a man. Mint a vajas kenyeret próbáld meg, amikor jó vastagon megkenjük vajjal, akkor próbáld meg. Azt mondja, ott, ami egy picit feljebb megy, akkor azt húzzuk le, vagy majd letöröljük? Majd letöröljük inkább. Teljesen sima felületet próbálj meg létrehozni. Ez így ilyen felületet szeretnék kérni, és mindenhol egységesen. Jó lesz, oké. Rakjál még rá egy picit az aljára. Igen, és akkor a széleit is fordulj be, és akkor itt be. Még egy picit elég. Tehát, hogy az egész üvegfelület eltűnjön. Kérdeztem, hogy mennyi idő alatt költ. Tehát elvileg, ha egy oldal megvan, akkor letesszük, mert nem, száradni, nem? Ezt, ha bekentük mind a négy oldalt, akkor elkezdünk nyomdázni bele. Tehát nem várjuk meg, hogy megszáradjon. Így meg kell fognom, hogy ne kelljen. Fordítasz rajta egy picit. Ez egy szilikon nyomda, tehát egy ilyen átlátszó nyomda, amit nagyon, tehát rendes nyomdázásra, nyomdapárnával dekorálásra is lehet használni, akrilfestékkel is lehet használni, de most mi erre fogjuk kipróbálni, hogy hogyan is néz ki. A szilikonnak van egy olyan tulajdonság, úgy, hogy nem ragad, vagy? Igen, be fogjuk vizezni, rugalmas, könnyen ki lehet venni ebből az anyagból. Ugye szilikonnal készítenek különböző cukrászati remek műveket is. Igen. És akkor megmutatom, hogy most csak így berakjuk a vízbe ezt a szilikon nyomdát, egy picit lecsipetjük. És akkor nagyon-nagyon óvatosan így ráhelyezed erre a felületre.
És nyomni és kell. Nagyon picit, finoman. Óvatosan, finoman megnyomkodod. Aha, akkor mutatom így, hogy a kamera is lássa. Uh-huh. Egy picit óvatosan még, hogy a minta meg ne legyen. Igen. Jó, nem kell nagyon erősen nyomni, és akkor óvatosan húzd le. Ki kell mosni belőle ezt az anyagot, amit felkántunk, és akkor fordítunk ezen a szilikonon, hogy... Így, hogy vagy úgy, így, hogy ott is betakarja. Igen, hogy ott betakarja ezt a részt, egy kicsit most, csak így ezt így. Mutatom, így. Aha. Lehessen ezt látni. Így, és akkor óvatosan megint nem erősen, nagyon picit belenyomkodod. Tökéletes a finom kezem hozzá. És akkor ezután, hogyha ez megszáradt, egy oliva és egy fekete keveréket fogunk erre egy picit vízbe mártva. Tehát általában az akrilfestéket kevésbé szoktuk vízesen használni, de most ezt úgy fogjuk használni. Ez is vízbázisú akrilfesték. Picit bevizezzük, és akkor így befestjük. Türelemjáték. Uh-huh. Igen, ez kifejezetten ilyen nyugtató. Ez a kreatív sport. Igen. Egyébként a sportok közül melyiket kedveled a legjobban riporterként? Gyakorlatilag nincs olyan, amit ne szeretnék, de vannak kedvenceim, ilyen a kosárlabda, a profi box, meg azok a sportágak, amelyek pontosan nem is sportágak, hanem csapatok vagy sportolók, akik olyan dolgokat alkottak, ami maradandó. Fehér akrilfesték. Igen. És ebből csak egy nagyon-nagyon pici kell nekünk. Szivacsecsetre, egy kisebbet adok neked, azzal könnyebb dolgozni. És le kell, tehát egy picit belemártunk a... Az egészet, az egész felületét, vagy csak? Egy picit a zecsetből, igen, és lehúzzuk. Aha. Mert mi csak át szeretnénk simogatni, nem festeni akarjuk, csak egy pici fehér mos. Nézem, mit csinálsz. Az újabb kihívás. És akkor nagyon szépen ki fogja adni a mintát. Szállítástól még langyos a pohár, de nem vészes. A viszkinek kevésbé jó, de igen, egyébként szerintem készen vagyunk. Akkor odaadom a virágot, és csak ezt most már bele is lehet akkor helyezni. És akkor megmutatom így a tenyeren a téva kamerának, hogy mit alkottunk ma. Nagyon-nagyon. Nőnap tiszteletére Veronika segítségével. Hát akinek tehetséges tetszett, volt, Zsiga, nagyon. Köszönöm szépen. A műsorba is helytált. Próbálja ki, és ez most egy ekkora pohár, de hát aki nagyobban gondolkodik, az nagyobban is csinálja. Vázára is lehet rakni, ilyen órát is lehet készíteni, akár ilyen kőhatású órát is lehet készíteni belőle, aki nagyobban gondolkodik. Március 8-ára ez szerintem egy tökéletes ajándék, és aki úgy gondolja, hogy a mamáját, lányát, vagy a feleségét, barátnőt egy ilyennel szeretné meglepni. Tegye bár az utóbbiaknál, mégis egy karibi út mellett dönt, gondolom, nem lesz panasz. Úgyhogy mi a Költségtelevízió stábja nevében mindenkinek kellemes jónapot kívánunk, és Veronikának megköszönöm a segítséget, bízunk hasonló folytatásban, viszontlátásra!